Én azt mondom, hogy a karácsony a legszörnyűbb ünnep, ami csak létezik egy gyermek otthonban. Pont egy gyerek otthonban voltam, amikor megérkezett 4 gyerek. Egy 1,5 éves, egy 4 éves és a 2 nagy testvér 12 és 14 évesek. Hogy akkor láttam életemben először úgy sírni valakit, hogy nem folynak a könnyei. Pontosan 2 hónappal a nagykorúságom előtt született meg a kislányom. Nyilván az volt a cél, hogy minél előbb kikerüljek, hisz nem szerettem volna, hogyha a gyermekem egy gyermek otthonba kezdi az életét. Tudtam azt, hogy nem tudom eltartani, meg nem tudnám megadni neki azt, amire kell, meg amit kell, és nem is akarom összezavarni egyébként úgy, hogy ott van már neki a nevelőszülő. A most következő riportban gyermekotthonok egykori lakói, valamint ott dolgozók szólalnak meg. Miért szenvedés sokuknak a karácsonyi szezon? Mennyi mindenem múlik, hogy egy gyermekotthonban fogant gyermek sorsa hogyan alakul? Hogyan képesek kilépni az áldozat szerepből azok, akiket az egész rendszer erre nevel? Mondják el most ők. Ez itt a Szabadon, a Szabad Európa tényfeltáró műsora. Én Bihari Ádám vagyok. Ismerjék meg Kingát és Franciskát. Kinga 19 éves, Franciska 23. Mindketten gyermekotthonban nevelkedtek és ott éltek akkor is, amikor kiderült, babát várnak. Szinte gyerekként kellett meghozniuk életük legfontosabb döntését. Azt viszont mindketten tudták, hogy a legjobbat akarják a gyerekeknek, akiket világra hoztak. Akkor is, ha végül más-más úton indultak el. Mucsi Franciska 12 évesen került be egy budapesti gyermekotthonba, addig a nagymamája nevelte. Sajnos a szüleim alkohol problémával éltek nagyon sokáig, így 1,5 évesen kiemeltek a családból engem is és a testvéreimet is. Akkor én egy csecsemő átmeneti otthonba kerültem, nekem vidéken él apukámnak az anyukája, a nagymamám, ő magához vett engem is és a testvéreimet is, viszont sajnos generációs korkülönbség miatt, mivel köztünk 60 év van, ezért kivettek 12 éves koromba tőle. Franciska gyerekkora jó részét, ha nem is a szüleivel, de egy felnőtt családtagjával töltötte, mielőtt bekerült az otthonba. Így már rendelkezett egy értékrenddel, háttérrel. Azt meséli, 16 éves kora környékére mégis egyre gyülekeztek a felhők a feje felett. Aztán egy pillanat alatt teljesen megváltozott az élete. Hát ugye... Egyik hátránya az, hogy a gyermekotthonokban vegyes csoportok vannak, meg fiúk, lányok, hogy nyilván kamaszok vagytok, szerelmesek vagytok, vagy nevezzük bárminek. Nyilván én is megismerkedtem ott bent valakivel, akivel mondjuk évekig elkerültük egymást, de úgy alakult, hogy lett egy közös gyermekünk. 17 éves voltam. Terhes lettél. Maradtál az otthonban? Terhesen maradtam az otthonban, igen, ugye amikor kiskorú voltam. Pontosan 2 hónappal a nagykorúságom előtt született meg a kislányom. És te hogyan gondolkodtál rajta? Nyilván voltak ilyen emberek is, és tök kultúráltan, tök szépen tudtak figyelmeztetni, hogy Franci, nem nagy esélyed van arra, hogy ez a gyerek ne maradjon itt, mikor te nagykorú leszel. Minek szülsz egy gyereket, mert ő is a gyermek otthonba lesz, és hova. De voltak azok is, akik megláttak, ismertek, megvívták velem a saját harcaikat, és tudták, hogy annak a gyereknek a legjobb lesz, hogyha megszületik. Volt valami kitűzött cél, hogy csak azért is? Nyilván volt önmarcangolás, tehát a terhességem alatt azért. Nyilván volt az, hogy biztos jól döntöttem-e, biztos, hogy képes leszek én erre, biztos, hogy jót tettem én ezzel, vagy önző vagyok. Tehát, hogy én rengeteget jártam terhesen pszichológushoz, hogy ne azért szüljem meg ezt a gyereket, hogy én ne legyek egyedül a világban, hanem ezt a gyereket azért szüljem meg, hogy neveljem, szeressen az enyém, de ne akarjam kisajátítani. Tehát, hogy ne azért szüljem meg, hogy ő az enyém legyen, mert akkor onnantól kezdve én nem vagyok egyedül. És ezt nekem nagyon magamban rendbe kellett tennem, és erre hál' Istennek volt segítségem. Franciska mellett támaszként végig ott volt egy segítő, akivel a gyermekotthonba érkezésekor ismerték meg egymást. Hát nyilván az volt a cél, hogy minél előbb kikerüljek, hisz nem szerettem volna, hogyha a gyermekem egy gyermekotthonba kezdi az életét.
és nekem akkor ugye nagyon nagy segítség volt a Strényi Vera, a Kuckó önkéntes programnak a vezetője, mert hogy ő többször látogatott a gyermekotthonba minket, tehát csak akkor a Verával ugye beszélgettem erről, és akkor tök fura volt, mert hogy ilyen tök félve hívtam fel, hogy hát figyelj Vera, az van, hogy terhes vagyok, és az van, hogy ez most már megmaradt ez a baba. És így leült, és azt mondta, hogy hát az jó, mert hogy körülbelül 3 hét van köztünk, és hogy ő is terhes. Tehát volt egy ilyen, hogy mondjam, egy közös terhességünk, úgyhogy mindenben támogatott engem. Strényi Veronika, a Kuckó önkéntes program alapítója is jól emlékszik erre az időszakra. Nekem a francia pozitív példám. Nekem ő egy olyan pozitív példa, akivel 17 év különbséggel bár, de egy hónapon belül szültünk, csak ő 17 volt, én 34, és őt azért végigkövettem 12 éves korától kezdve, akkor ismertem meg, és emlékszem, hogy így nem annyira szeretett iskolába járni, és emlékszem, hogy egyszer ott a gyerekotthon kapujába így ráztam, voltam 28-29 éves, és így ráztam, hogy ha kell, akkor minden reggel rádírok, küldök egy SMS-t, hogy menj el iskolába. Mert nincs más dolgod, csak az, hogy elmenj iskolába, mert csak magadra számíthatsz. És akkor 5 évvel később szült egy gyereket, és akkor azt mondta nekem, hogy Vera, történjen bármi, ezt a gyereket én fogom felnevelni, és soha nem fog gyerek otthonba kerülni. Veronika először színházi táncos végzettségét felhasználva táncot oktatott a gyermekotthonokban. Ebből nőtte ki magát a Kuckó önkéntes program, amivel idén már 310 csomagot küldtek haza azokkal a gyermekotthonban lakó gyerekekkel, akik haza tudnak menni karácsonykor. A bent tapasztaltak alapján szerinte nem véletlen, hogy sokan egyre nehezebb állapotban kerülnek ki az otthonokból. Ennek az oka részben az is, hogy egyre kisebb gyerekekkel töltik fel a csoportokat. Nekem az a legszomorúbb, amikor pont egy gyerekotthonban voltam, amikor megérkezett 4 gyerek. Egy másfél éves, egy 4 éves, és a 2 nagy testvér 12 és 14 évesek. Hogy akkor láttam életemben először úgy sírni valakit, hogy nem folynak a könnyei. És mivel egyre több a gyerek, ezért az történik, hogy a különleges gyerekotthonokból, ahol ugye a csecsemők élnek 0-3 éves korig, az történik, hogy 3-4 évesek bekerülnek mondjuk gyerekotthonba, mert hogy ugye nevelőszülő hiány is van, tehát több mint 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből. És hogy bekerülnek egy gyerekotthonos csoportba, ahol mondjuk korábban 8-10, de leginkább mondjuk 12-18 év közöttiek éltek. De most el lehet képzelni, hogy mi történik akkor, amikor bekerül mondjuk egy 3-4 éves, még pelenkás gyerek. Tehát az a csoport dinamikát teljesen aláássa, a figyelem az egyből annak a gyerekfelügyelőnek, annak a nevelőnek az a kicsire irányul, és az a 15-16 éves, aki amúgy is küzd magával is, és a világgal is, és még nagyobb szüksége lenne a támogatásra, az még kevésbé érzi a támogatást. Kinga most 19 éves. Még épp csak, hogy kilépett az állami gondozás rendszeréből, ahol csecsemőkorától egészen tavalyig élt. 3 hónapos korom óta állami gondozott vagyok. Anyukám ugye lelépett, így apukámnak el kellett gondolkodnia, hogy most elmegy dolgozni, és akkor eltart, vagy bead intézetbe. Így bekerültünk intézetbe a nővéremmel. Onnan kerültünk csecsemő otthonba, gyerek otthonba, onnan nevelőszülőktől, és akkor onnan intézet. Az utolsó gyermek otthonban mennyi időt töltöttél? 10 évet. 8 éves korodtól 18 éves korodig? Hát kisebb-nagyobb megszakításokkal, mert végül lett egy kislányom is, aztán vele anya otthonba kerültem, majd utána 3 hónappal később visszamentem ugyanoda. Szóval kisebb-nagyobb megszakításokkal, de igen. A kislányoddal most mi van? Örökbe adtam, mert az apukája lelépett. Anyának lenni gyerekként egy gyermekotthonban minden, csak nem áldott állapot. Kinga azt mondja, inkább a lehető legjobb körülményeket akarta megteremteni a kicsinek. Tehát én anya vagyok. Persze, hogy szeretnék a gyerekemmel találkozni, nekem is vannak érzéseim. Nem volt könnyű döntés, hogy örökbe adtam. Én nagyon sokat harcoltam ezért, hogy a gyerek olyan helyre kerüljön, és olyan emberhez kerüljön, aki szívből csinálja. Mert én éltem 10 évet kb. Nevelőszülőknél folyamatosan vertek és ordibáltak velünk, a cigicsiket elnyomták a hátamon, stb. És én nagyon sokat harcoltam ezért, hogy a gyerekem olyan nevelőszülőkhöz kerüljön, hogy normálisak legyenek.
És az a nevelőszülő, akinél van, ő tényleg szívből csinálja. Tehát szeretném látni, szeretnék tudni róla, de jobb ez így. Tehát inkább legyen egy biztos környezete, inkább legyen egy biztos családja, egy háttere, és majd, ha felnő, talán felkeres. De egyelőre én nem szeretnék belerondítani az ő kis életébe, és nem szeretném robba dönteni a világát. Mert tudom milyen, amikor egyik percről a másikra romba dől minden. És a nulláról kell kezdeni. A szülés után Kinga még egy évre visszakerült az otthonba. Így évtizedes tapasztalata van az ottani életről, amit egy hasonlattal ír le. Igazából én ezt egy hullámvasútnak mondanám, tehát egyszer fent, egyszer lent. Miben nyilvánul meg? Hát amikor jó, hogy nincs leszakadt ajtó, ki nincs, szétrugdalva a bútorok, stb. Meg hát ugye amikor sok nevelő van. Meg volt olyan, hogy mint mondtam, hogy nem voltak annyira rossz gyerekek. Tehát volt egy olyan jó társaság, ami volt rólunk klip. Az például egy nagyon jó társaság volt. Csak ugye miután mindenki szépen lassan betöltötte a 18-at, így elkezdtünk elfogyni, és jöttek helyettünk a kicsik. Megjöttek helyettünk a bajkeverők újra. És így megint elkezdett lesüllyedni minden. Olyan aranyosak vagyunk, picikek a gangsterek, de jobb lesz velünk vigyázni, ha kiflikkezünk be fegyverek. Szakadékot hasított a közös célunk hiánya, azon töröm a fejem folyton, minek jöttem világra. Kinga szerint a ritkább jó pillanatok egyike, amikor összejött egy társaság, akikkel egymást támogatták. Ez a videóklip is akkor készült az önismereti filmes műhely közreműködésével. Leadtak a szüleitek, hű ez kaja pozitív, nincs kitől elkéreckedni, nincsen aki hazahív, köröznek, de semmi vész, szabadságot lopni, jó, beszűkült a látóköröd, a gyengeség nem opció. Amikor viszont kevés a nevelő, akkor Kinga szerint állandóak a balhék, szinte sosincs nyugalom. Ettől és még sok minden mástól akarta megóvni kisbabáját azzal, hogy örökbe adja. Mert nagyon fél tőle, hogy máskülönben hasonló körülmények között nőhet fel, mint ő. Belefulladok a múltba, belefulladok. Hiányzik az otthonom, otthonom. Mélyre süllyedt emlékekkel, a holnapomat roncsolom, roncsolom, roncsolom. Van azért még remény benne, önmagamot erőt veszek, erőt veszek, erőt veszek. Ma még hátuk kullogok, de húz, hogy lemet előzgettek, előzgettek, hey! Bocsánat! Karácsony környékén minden a gyerekekről szól. Az adománykampányok is rájuk irányulnak, így a gyermekotthonokba is több és jobb jut egy ideig. Arra viszont a legtöbben nem is gondolunk, hogy milyen árat fizetnek ezért a bentlakók. Bozsoki Róbert tudja, hiszen éppen 30 éve dolgozik gyermekotthonokban. Nevelőtanárként kezdte a 90-es évek elején, aztán igazgató lett több intézményben is. Jelenleg az újpesti Aranyhíd gyermekek átmeneti otthonát vezeti. Hát lehet, hogy most jó néhányan majd fölkapják a fejüket és elszörnyűködnek. Én azt mondom, hogy a karácsony a legszörnyűbb ünnep, ami csak létezik egy gyermekotthonban. A gyermekotthonban természetesen ezt hozzátéve, mert ha belegondolunk abba, hogy októberben elkezdődik ez a karácsonyvárás, ugye földíszítik az áruházakat, a plázákat, nyomják a reklámokat a rádióban, a tévében, az interneten jönnek a felugró ablakok, és miről szól minden? Béke, szeretet, boldogság, öröm, család, meghittség, minden happy. Na most ezeknek a gyerekeknek 90%-ának erről szó sincs. Neki arról szól, hogy hát hazamenjek, ne menjek, ha hazamegyek, akkor apu, anyu lehet, hogy egy kicsit többet fog inni, mert otthon vannak, nem kell dolgozniuk ezért, és akkor veszekedés lesz, verekedés lesz. Elsőre tényleg furcsán hangozhat, de ettől a boldogság kampánytól sok gyerek még inkább egyedül érzi magát az otthonokban, és sokszor feszültséget szül az ünnepi hangulat. Úgyhogy volt úgy, hogy karácsony este a dupla üvegajtót húzta ököllel, ütötte be a srác, és folyt a vér, én meg vérnyomok után mentem, fogtam meg, kaptam el az udvari, mert elrohant volna valamerre, hívtuk mentőt, vitettük be, kötöztettük, szent este volt, úgyhogy bejöttek a szülők, és ott a gyermek otthon udvarán estek egymásnak, és kellett rendőrt hívni. Szóval azért mondom, hogy ez nem egy könnyű történet a karácsony.
a gyermekek átmeneti otthona, ahol Bozsoki Róbert most igazgató, annyiban tér el a gyermekotthonoktól, hogy itt bevonják a szülőket, akik valamilyen családi krízis helyzet megoldásáig ideiglenesen helyezik el a gyerekeiket, legfeljebb 2 évre. Például ők viszik őket iskolába és óvodába is. De több gyerek még így is itt fogja tölteni a karácsonyt. Amikor arról kérdezem az igazgatót, mi változott az elmúlt 30 évben a gyermekotthonokban, beszédes számokat kapok. Én azt láttam, amikor én kezdtem, akkor 70%-a boldogult utána az életbe, aki bekerült egy gyermekotthonba. Most lehet, hogy megfordult, vagy talán még rosszabb. Tehát ilyen 20-20-8 van, aki elsüllyed. Meg az látszik, hogy a gyermekotthonok erősen túl vannak töltve. Tehát nem, hogy 100%, de nem ritka 110-120-130-140%-os túltöltöttség a gyerekekhez, és ehhez társul az, hogy esetleg nem olyan képzett szakemberek foglalkoznak velük 30 éve. Nagyon sokszor, aki 4-5-6 hónapot vagy egy évet eltölt egy intézménybe, az már lassan rangidősnek számít, mert olyan nagy a fluktuáció, olyan gyorsan cserélődnek az emberek, elhasználódnak. Van, aki nem bírja egyszerűen azt, hogy őt naponta többször a gyermekek igen súlyosan megsértik, hogy ezt esetleg valahol kint az utcán történne, akkor becsületsértési perek tucatjait lehetne indítani akár egy nap is, de van, akinek a személyisége erre alkalmas, van, akinek a személyisége pedig nem, hogy ezt elviselje. Mindemellett Bozsoki Róbert szerint már anyagi és társadalmi megbecsülése sincs annyira a gyermekotthonokban dolgozóknak, mint régen. Ez nem egy sikertörténet. A sikertörténet az mindig azt szoktam mesélni, hogy ebbe a szakmába akkor nem ég ki valaki, az a kiégés legjobb elkerülése, hogyha pici kis örömöknek tudunk megfelelő módon örülni. Tóth Ákos, az Age of Hope alapítvány vezetője is évtizedek óta dolgozik a gyermekvédelemben. Sokszor dolgozik együtt gyermekotthonokkal, karácsonykor pedig elsősorban szegregátumokba szállítanak adományokat. Szerinte ez is nehezebbé vált egy új jogszabály miatt. Most idén például a tankerületektől engedélyt kéne kérnem ahhoz, hogy cipős doboz adományt vagy Mikulás csomagot adhassak át a tanulóknak. Azokban az intézményekben, ahol 12 éve konkrétan van, hogy a hipót és a lekvárt is mi visszük. Szerintem alapból beteg ez a rendszer, hogyha 12 éve a kliktől egy köszönömet vagy e-mailt nem kaptunk, nem is ez mozgat minket, de hogy nekünk kéne kérvényezni azt, hogy segítsünk ezeknek az intézményeknek, vagy az intézményben élő gyerekeknek, szerintem teljesen fordítva mindünk alól van, hogyha ezzel ebbe belemennénk. Azt mondja, régen nagyobb megbecsülést kaptak az otthonokban dolgozók, de ma a létszámhiány ellenére sem motiválják őket különösebben. 97 óta dolgozom gyerekvédelemben, tehát nyáron mindig volt a szolgálatos nevelőnek egy pici pénz félretéve, akár egy strandbelépőre, akár egy fagyira, most már nincsenek meg ezek az összegek. Tehát ezeket már csak civil erőből lehetne. De a kommunikáció a civilek között és az intézményvezető között nem mindig csorog le az intézménybe. Tehát nagyon nehéz ezen a gyerekeknek eljutni egy sportra, egy rendszeres sportolásra, egy foglalkozásra, egy színházba, akármi, mert hogyha egy szolgálatos felnőtt van, akkor ő 12 gyerekkel nem tud mit csinálni. A Hintalovon Alapítvány idei jelentése szerint 2022. december 31-éig Magyarországon 21.172 kiskorú gyerek nevelkedett a gyermekvédelmi szakellátásban, közülük 14.305-en nevelőszülőknél. Hiába írja elő jogszabály, hogy 2016 óta minden családjából kiemelt 12 éven aluli gyereket nevelőszülőnél kellett volna elhelyezni, még mindig sokan élnek közülük gyermekotthonban, köztük csecsemők is, mert legalább 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből. Az örökbefogadó szülők száma stagnál, az örökbefogadásra váró gyerekek száma nő. 10 év alatt 18%-kal nőtt a családoktól elszakított, nevelésbe vett gyermekek aránya. 14.000-ről 16.000-re bővült a gyermekpszichiátriai esetek száma, és az Európai Unió átlagánál 2-3-szor több a 18 évesnél fiatalabb anyák aránya. Közülük 2-nek ismerhették meg most a történetét, 2 nőjét,
akiknek gyerekként kellett a legnehezebb körülmények között meghozniuk olyan döntéseket, amikre senki sem készítette fel őket. Elképesztő kitartás, makacság és néha szerencse is szükséges hozzá, hogy aki kilép a gyermekvédelmi intézményekből, képes legyen tovább lépni és teljes életet élni. Az alulfinanszírozottság, az ott dolgozók munkájának el nem ismerése és az erőforrás hiány miatt recseg, ropog a gyermekvédelmi rendszer, és emiatt gyerekek élete mehet és megy is tönkre. Ha ez nem változik, a probléma nem csak az ő örökségük lesz, hanem mindannyiunké. Ez volt a Szabadon, a Szabad Európa tényfeltáró műsora. Én Bihari Ádám vagyok. További tartalmakért iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és tartsanak velünk jövőre is. We'll be right back.